Üresen áll ez a kocsordi étterem, üzemeltetője megigényelte az ágazati bértámogatást. A vállalkozás étteremként és rendezvényközpontként is funkcionál, ahol összesen 11 állandó alkalmazott dolgozik. Mint azt a tulajdonos elmondta, továbbra is az à la carte szolgáltatás az étterem fő profilja, a korlátozások miatt azonban több dolgon kellett változtatni a biztos fennmaradáshoz. Mivel vendéget nem tudunk fogadni, így a kiszállítás és elviteles, ez is egy olyan nagy segítség, hogy legalább a piacról ne essünk ki teljesen. Egy szűkítettebb étlappal, egy szűkítettebb kínálattal, viszont ha a vendég olyan kívánsággal van, és meg tudjuk oldani, akkor azt megoldjuk, próbálunk ugye a vendégek szolgálatára lenni. A turizmus és a vendéglátó ágazat a járványhelyzet egyik, hanem a legnagyobb áldozata. A kávézók, éttermek november első hetétől nem fogadhatnak vendéget, a szállodák pedig csak üzleti ügyfeleket, ami hatalmas bevételkiesést okozott a vállalkozásoknál. Az állam az elmúlt egy évben több intézkedést is hozott azért, hogy a szektorban minél kevesebb munkahely szűnjön meg. Az egyik volt az 50%-os bértámogatás lehetősége. Ezt még mindig lehet igényelni, azok a vendéglátóhelyek pedig, akik sikeresen pályáztak, előlegként már februárban megkapták a segítséget. Reméljük, hogy minden nagyobb számban élnek a vállalkozók a bértámogatási pályázat lehetőségével, mert az azt is jelenti, hogy a munkaerőpiacon kevesebb, vagy a jelenleg mért számoktól sokkal kevesebb lesz a negatív tendenciájú elmozdulás, ami azt jelenti, hogy ha egy 40%-os hibrid állapotú vendéglátást feltételezünk most, akkor ez közel 45-50 ezer munkavállalói létszámot érintene. Jelenleg az éttermekben csak elvitelre lehet ételt rendelni. A vállalkozások számításai szerint az eladásból származó bevétel kevesebb, mint az ötöde a fenntartási költségeknek. Az ágazatban dolgozók egyelőre kivárnak, azonban egyre nehezebb helyzetben vannak. A szakmaközi szervezetek nemrégiben azt a javaslatot tették a kormányzat felé, hogy az éttermeket szabadítsa fel a technikai zár alól, és a fokozatosság elvét betartva engedélyezze a vendégek fogadását.